Összbírói értekezletet tartottak kedden délelőtt a nyíregyházi törvényszéken, melyet egy évértékelő sajtótájékoztató előzött meg. Az eseményen a debreceni ítélőtábla elnöke, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese is méltatta a nyíregyházi törvényszék munkáját, melynek elnöke, Nyakó Zsuzsanna arról számolt be, hogy 2018-ban a peres és nem peres ügyekben is sikeres évet zártak egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sikeres évet zárt a törvényszék, illetve a hozzátartozó helyi bíróságok is, hiszen több ügyet fejeztünk be, mint amennyi ügyünk érkezett. Megközelítőleg 10 000 peres, illetve nem peres ügyünk maradt folyamatban 2018. december 31-én. Eredményesek voltunk abból a szempontból is, hogy csökkentettük a régi ügyeinknek a számát, tehát a 2 éven túl folyamatban lévő ügyeket. Nyakó Zsuzsanna elmondta, a törvényszék ügyfélbarát megoldásokkal várja a bírósághoz fordulókat, melynek keretében tavaly tájékoztatták az ügyfeleket az új polgári perrendtartás és az új büntetőeljárás részleteiről is, valamint a digitális fejlődés keretében megteremtették a távmeghallgatás lehetőségét, összesen 4 tárgyalóteremben. Ezzel a megoldással a távol, akár más városokban lévő tanúkat, illetve az eljárások résztvevőit is hitelesen meghallgathatja a bíróság. Az elnök továbbá kiemelte, a törvényszék az ítélkezésen kívül a társadalmi küldetésének is eleget tett 2018-ban. Számos alkalommal fogadtunk középiskolásokat, általános iskolásokat, vagy jártunk iskolában, és mondtuk el, hogy hogyan is működik a bíróság, milyen döntéseket és milyen alapon hozunk. A nyíregyházi törvényszék elnöke hozzátette, a tárgyi erőforrásaik is folyamatosan bővültek, így az épületenergetikai felújítás, illetve a munkakörnyezet javulása is jelentős volt 2018-ban. Ekközben a törvényszék létszáma 4 fővel bővült, így 123-ról 125-re nőtt a bírók létszáma, akiknek így több mint 2/3 női bíró lett.